Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kézivezérlés extra nézőit, eléggé elcsépelt újságírói, riporteri közhely, hogy az élet szerkeszti az adást, pedig ez a mostanira is igaz helyel közel. Fodor Jánossal, a Siófoki Kézilabdaklub elnökével, tulajdonosával fogunk beszélgetni itt az elkövetkezendő időben, és amikor kitaláltuk, hogy létrejöjjön ez a beszélgetés, amikor meglett az időpontja, akkor még nem láttak napvilágot azok a cikkek, amelyekről most azért ejtenünk kell itt a beszélgetés elején egy pár szót. Szia János, ne arra, hogy nem ezzel terveztem kezdeni, és nem is vagyunk egy oknyomozó műsor, és nem is fogunk nagyon a mélyére ásni, de én azt hiszem, hogy itt az elején nem tehetjük meg, hogy ne hozzuk szóba mindazt, ami megjelent. Én csak arra szeretnélek kérni, hogy igazándiból kommentáld, amit olvastál nyilván te is, hogy dióéban egy mondatban összefoglalva, hogy van némi tartozásotok a játékosok felé, és hogy ez nem is olyan ritkaság számban, vagy kettő, hogy egyelőre nem kaptátok meg a licenszet a következő évi első osztályi induláshoz. Ugye nagyon zanzásítva ez a lényeg. Váratlanul érte téged mindez egyáltalán, hogy fogadod ezeket a híreket? Hát kezdjem hátulról, nagyon rosszul fogadom ezeket a híreket, jó? Nagyon rosszul fogadom a kommenteket, amik hozzátartoznak ezekhez a hírekhez, de talán sokszor beszélgettünk már, és azt mondom nektek, hogy szerintem sokkal jobb lenne, hogyha nem ásnánk nagyon mélyre, viszont nagyon el kéne mondanom már egyszer ezt az egész történetet, hogy marhára unom ezt a húzavonát, azt, hogy mindig felkapják a Siófokot, a gondolatot elindítják, de Isten igazából nem fejezik be, és ezért mindig félreérthető és mindig félremagyarázható a történet. Jó? Van hozzá véleményem ehhez az egészhez. Szerintem ti is nagyon jól tudjátok, hogy nagyon-nagyon régóta, mondhatom azt, hogy 10 évnyi időintervallumban együtt dolgoztunk egy menedzserirodával. A játékosokat illetően. Sajnos az óriási probléma, hogy ennek a cikknek megint ez az apropója, hogy itt nem a játékosok gerjesztik ezt a történetet, hanem ez az ominózus menedzser, akinek már jövőre nincs itt játékosa, és nem tudtunk megállapodni ebben az egészben. Tehát én nagyon-nagyon tisztelem őt, úgy gondolom, hogy nem kevés pénzt fizettünk ki az elmúlt időszakban azért, hogy ő velünk dolgozzon. Szinte egyeduralkodó volt a Siófok kézilabda klub életében. Úgy gondolom, hogy próbáltunk megállapodni, de az ő cégének a kifizetését illetően ő ragaszkodott egy dátumhoz, amit én nyíltan és őszintén elmondtam, hogy nem tudunk tartani. Szerettem volna, de az utolsó időpillanat az nem az volt, hogy azt kérdezte tőlem, hogy mikor kapják meg a játékosok ezt a kifizetést, hanem az volt a lényege, hogy ő mikor kapja meg. Tehát innen indult el ez a hercihő, és úgy gondolom, hogy az a cikk, ami megjelent itt az elmúlt napokban, nézd... Bocsánat, ez a 24.hu-n jelent meg, ezt mondjuk el, forrás meg kell jelölni ilyenkor, igen. Oké, ezt most nem mondtad, én nem... Jó, ez az én dolgom, persze. Ez a te kompetenciád, nem az enyém. Tehát én azt mondom erre, hogy ez egy nagyon, nagyon érdekes cikk. Én mindig is vallottam a politikai hovatartozásomat, ezt nagyon sokan tudják rólam, de nem hiszem el, hogy 2010-ben, amikor a Fidesz megnyerte a választásokat, akkor ehhez köthető 2010 és 2023 közti időre nevezte meg ő a TAO-t. Nem is volt 2010-ben TAO. Tehát rengeteg olyan valótlan dolgot állít ez a cikk, ami úgy gondolom, hogy nem csak a Siófokra vonatkozik. Úgy gondolom, hogy az ügyvédnő, aki nyilatkozott ebben a riportban, cikkben, ő is nagyon jól tudja, hogy az a gondolat, amit ő elindított, akit jogot végzett, az hajszál pontosan tudja, hogy akkor lesz vége egy ügynek, amikor mondjuk jogerős ítélet van. Tehát ő elkezdte mondani ezt az egész történetet, hogy gyönyörű szépen felvázolták ezt a dolgot, és ez lett belőle. Na de bocsánat, ha hagyd, de az igaz, ami, tehát azért a tényállítások azok megfelelnek a valóságnak? Meg azért az, hogy nem kaptatok licenszet a Kézilabda Szövetségtől, az nyilván jelent valamit. Bocsánat, az, hogy egy csoportos kereset indult, ez nem igaz. Tehát két játékosról beszélgetünk jelen pillanatban, akik elindították ezt a folyamatot. A kezdes ügyvédnő hivatkozik ebben a cikkben arra, hogy a Siófokot több levélben felszólította. Na most sok mindent értek, sok mindent tudok, de tudjátok, azt még én sem tudtam magamról, hogy Fodor János ügyvezető úr Szombathelyi Kézilabda Klub. Tehát ezt azért én még nem tudtam. Tehát hogyha...
nem tudtam, hogy van-e bármi közöm a hát szó. Lehet, hogy oda is ment egy levél, aztán véletlenül meg hozzád. Oda is ment egy levél, és akkor összekeverték lehet, a címzést. Lehet, az benne van a papírban. Én nem tartom magamat Szombathelyi Kézilabda Klubhoz. Tehát mindent értek, hogy mennyire precízek vagyunk a másik oldalon, mennyire precízek tudnánk lenni mi ezen az oldalon. Hajszál pontosan tudjuk, hogy egy felszámolási kérelem mit akar a magyar jogrend szerint. Tisztában vagyunk azzal, hogy vagy kifizetjük, vagy nem fizetjük ezt a történetet. De remélem, hogy ő tájékoztatta az ügyfeleit arról, a legrosszabb kimenetelről, hogyha mondjuk nem fizetjük ki, akkor egy fillért nem fognak kapni. Tehát mi korrekten és nyíltan és őszintén beszélgettünk a játékosainkkal arról, hogy hogyan tudjuk rendezni ezeket a felhalmozott tartozásainkat és a sorunkat. Ugye, bocsánat, a licencről beszéljünk, mert a kézilabda része, a jogi részében szerintem ne bonyolódjunk bele, mert tényleg ez egy kézilabda műsor, de hát ti ugye tervezitek az NB1-es indulást jövőre. Ez egyértelmű. Oké, de mai hír, hogy nem, egyelőre nem kaptátok meg a licencet, mert ugye, ha jól tudom, akkor 3 hónapnál régebbi tartozás nem lehet, és hát ha minden igaz, igazak a hírek, akkor nálatok ez fennáll. András, ez egy kézilabda magazin, ezért mondom azt, azért. Hogy... Csak a kézilabda bajnokságban való indulás, az fontos. Ez is egy jogi státusz lesz, amit most válaszként kapsz a licensz dologra. Tehát első fokon elutasították a Siófok kézilabda klub licensz kérelmét. De ennek van egy fellebbezési és egy jogorvoslati lehetősége. A Siófok ezzel természetesen él, kifizettük a fellebbezéshez szükséges díjat. Ugye a mai nap folyamán megjelent, hogy ezt nem csak a Siófok nem kapta meg, hanem még másik klubok sem kapták meg, ilyen értelemben. Tehát úgy gondolom, hogy a Siófok... Most konkrétan a Fehérvár női csapata és a Fehérvár Veszprém, a Kis Veszprém a férfiak közül. Én... András, ezt te mondtad, én nem szoktam más klubokkal foglalkozni. Hát ezt olvastam. Nekem van pontosan épp elég gondom a sajátommal, úgyhogy ezen dolgozunk, hogy mi azokat a dokumentumokat és azokat a kifizetéseket, ami ahhoz szükségeltetik, hogy másodfokon a Siófok Kézilabda Klub megkapja a licenszet, mi ezt tesszük, és ezért tesszük minden nap, hogy ez meg tudjon valósulni. Tehát úgy gondolom, hogy ezt az ügyvédnőnek is tudnia kellene. Oké, akkor itt a téma lezárva. Attilától is elnézést, hogy ebben a 6 percben nem jutott szóhoz, de akkor innentől kezdve elkanyarodunk inkább szakmaibb vizekre. Igen, az szerintem ennek a műsornak jobban témája, bár őszintén szólva, ugye én jogász vagyok, úgyhogy van véleményem a dolgokról, de most tényleg inkább arról szeretnélek kérdezni, hogy az a jövőkép, ami most a Siófok előtt van, Az hogy áll a fejedben össze? Ugye azt olvastuk, hogy a játékos keret az teljesen kicserélődik, hogy sok saját nevelésű vagy fiatal játékossal lesz föltöltve a keret, de ugyanakkor én meg hallottam, hogy azért próbáltok erősíteni olyan játékosokkal is, akik hát tapasztaltabbak vagy külföldiek esetleg, és egyébként is ugye az Európa Ligában fogtok indulni, aminek nyilván van egy olyan hát követelménye, hogy azért egy olyan csapattal kell kiállni, amelyik valós eséllyel felveszi a küzdelmet. Most tulajdonképpen ez hogy áll ez a dolog, hogy mi az, ami a fejedben van, ami jövőre kellene csapatként, meg eredményként? Ez most egy bőséges kérdés volt, tehát szerintem legalább 3 vagy 4 kérdés is elhangzott ebben ott a kis rövid összefoglalásban, de nézd, a következőt mondom neked. A tavalyi évben, amikor elkezdtük felépíteni a tavalyi szezonhoz lévő játékosokat, akkor is azt mondták, hogy hú, ez nem lesz jó, az sem lesz jó, miért hozzuk a Kajdon Blankát, ő fiatal, ő nem Siófok képességű, miért hozzuk a Miloševjevicet, nem ismerjük, nem tudjuk ezt a történetet. Majd dobott 11 gólt egy Bajnokok Ligája mérkőzésen a Ferencvárosnak, és abban a pillanatban jó játékos lett. Tehát én úgy gondolom, hogy a tavalyi évben, amit mögöttünk hagytunk, nemzetközi kupában fantasztikus eredményt ért el a Siófok megint egyedül, a legjobb 4-be kerülésére estünk ki a győztes csapattól. Tehát én úgy gondolom, hogy teljesítettük azt, amit elvártak tőlünk minden értelemben. A bajnokságban úgy gondolom, hogy elértük azt, amit
amit ki akartunk, amit célul tűztünk ki, hogy újra legyen meg a nemzetközi kupainduláshoz lévő helyezésünk. Vitathatatlan, hogy sok ember nem tudja, hogy rengeteg sérülten mentünk bele mindjárt a kezdetek kezdetén a bajnokságba. Lehet, hogy ez sokkal jobb is lehetett volna, lehet, hogy elérhettünk volna bármit. Amit elmondtam a múltkor is, hogy az előttünk lévő közvetlen két csapattól a 6 pontból 5-öt el tudtunk rabolni. Szerintem ez egy szép eredmény volt. De konkrétan arra, amit ugye a második kérdés, vagy második gondolat ugye jelenre vetít. Én azt mondom, hogy engedtessék már meg, adjuk már meg a lehetőséget azoknak a játékosoknak, akiket még nem is ismerünk, hogy mikre lesznek képesek, mire lesz képes az új szakmai stáb, az új vezetés, az új menedzsment, ilyen értelemben, most sportszakmai értelemben gondolkodok, fiatal játékosok, érkező játékosok, volt itt lévő játékosok, akik már láttak NB1-es történetet. Kiemelek egy példát, Tóth Eszter. Takács Eszter, elnézést. Tehát aki a 2019-es EHF kupát nyert csapatnak a tagja volt. Ugyanúgy játszott az NB1-ben, ugyanúgy játszott európai mérkőzéseket. Miért nem tudjuk feltételezni azt, hogy ő egy jó játékos lesz? Miért akarják a saját embereink, a saját szurkolóink már most kiállítani a főtérre a játékosokat, és azt mondani, hogy nem értétek el a célt, vagy nem tudjátok kitűzni. Mi egyértelműen azt a célt tűztük ki erre a szezonra, hogy valahol a középmezőn alján, tehát a 12. helyig el kell csípnünk egy helyezést. De akkor sincsen problémám, hogyha ne adj Isten kiesik a Siófok az NB1-ből. Akkor kell építkezni. Volt már rengeteg klub ebben az országban, és Európában, vagy a világon bárhol, ahol vissza kellett venni ahhoz, hogy újra tudjon építeni. Teljesen mindegy, mert most foci példákat tudnék mondani Juventustól kezdve, de Magyarországon Ferencváros labdarúgásban ugye vissza lett minősítve egy évre, és kiharcolta. Sokkal nagyobb klubok Magyarországon. Egy Vasas, kiesik a labdarúgás, visszakerül, de beszéljünk a kézilabdáról. Kiesett tavaly, idén visszakerült. Tehát bocsánat, csak hagyd kérdezek, csak amit Attila kérdezett, erre kapcsolódnék. Szerintem nem az NB1-ben való szereplés furcsa egy picit, hanem az, hogy vállaljátok az Európa Ligát, mert azért ránézésre most a jelenlegi keret az nem tűnik alkalmasnak nemzetközi, nem tűnik alkalmasnak, akkor azt mondom, nemzetközi szereplésre, és például láthatjátok, hogy nagyon komoly klubcsapatok, például a Viborg is visszalépnek a nemzetközi szerepléstől, anyagi egyéb okok miatt nektek nem fordult meg a fejetekben, hogy most átmeneti év van, fiatal csapat van, menjen más inkább. Még mindig Attilához csatlakoznék a nemzetközi történeten. Én azt mondom, hogy a klubnak egyértelműen az volt a véleménye, hogy indulni kell nemzetközi szintéren. Viszont szakmailag felmerült bennem az a kérdés, hogy meg kell kérdezni, hogy ez a fiatal csapat, ez bírni fogja-e azt a terhelést, hogy nemzetközi és magyar bajnokság, amikor a magyar bajnokságra, ne adj Isten, egy adott nemzetközi mérkőzésen fontos hazai bajnokit is játszani kell. A szakma egyértelműen azt volt, hogy megkérdeztük az új vezetőedzőnket, Endrét, és ő azt mondta, hogy igen, induljunk-e. Akkor innentől kezdve én úgy gondolom, hogy nem volt más választási lehetőségem, és szakmailag azt mondom, nem fogom felülbírálni a vezetőedzőnket, nem fogom azt mondani, hogy egy új vezetőedző ide kerül hozzánk, és akkor figyelj ide, ne induljatok el, ne induljunk el, csináljuk meg, próbáljuk meg. És itt van a másik része ennek a történetnek. Emlékeztek ugye az elmúlt időszaknak az Európa Ligában, vagy az EHF kupában induló magyar csapatoknak a szereplésére? Mert én emlékszem. Hány olyan csapat volt, aki az első körben kiesett? Hány volt ilyen? Komolyabb részvétellel, komolyabb szereplőkkel, komolyabb történetbe. Nem szeretnék belemenni ezeknek a csapatoknak a kiesésének az elemzésébe, és annak a konkrétumába, hogy miért tették ezt a dolgot. Tehát én azt mondom, hogy a Siófok soha nem azért tette, hogy pénzügyi értelemben hogy fog szerepelni, vagy milyen költségei lesznek ennek a dolognak. Kezdjünk el arról beszélni, képzeljétek el, hogy tavaly elindultunk. Eddig az a város minden évben támogatta a nemzetközi szereplésünket. Beadtuk a nevezést, tájékoztattuk a várost. Majd utána azt mondták, hogy nincs pénzük erre a történetre. De akkor mit csináljak? Lépjek vissza? Tehát én most egy dolgot tudok erre mondani. Szakmai értelemben a vezetőedző azt mondta, hogy igen. Kettes történet. Még nem zárult le a Siófok KC teljes játékos állományának a szerződtetése. Úgy gondolom, hogy lesznek benne olyan játékosok, akik szerintem nemzetközi szintéren is megállták már a helyüket. Nem az a Siófok KC-nak a célja, annak ellenére,
hogy anyagi értelemben vissza kell vennünk és oda kell figyelnünk minden egyes forintra, ahogyan próbáltuk tenni eddig is ezekben az elmúlt mögöttünk hagyott években, de azt gondolom, hogy mi mindenképpen a magyar kézilabdát szeretnénk Európa szinterén képviselni. Most is ez a véleményem, eddig is ez volt, és ezután is ez lesz. Jó, említetted ezt a... Bocsánat, Attila, csak egy fél mondat meg. Én a ti Instagram oldalatokról fotóztam ki egy keretet. Itt az látszik, hogy 5 szabad hely van még, minden más betelt, és hát az itt lévő nevek közül én mondjuk egy olyat se látok, aki még játszott nemzetközi mérkőzés nagyon felnőtt csapatban. Tehát akkor magyarán az 5-ből vélhetően lesz 3-4 veretesebb igazolás, vagy ezt tervezitek? Nagyobb valószínűsége, hogy igen. Jó, köszönöm. Egy picit visszakanyarodnék ahhoz, amit kérdeztem. Ugye, amit most elmondtál, ez a jövőképnek a közvetlen jövő, tehát a jövő szezonra való terve. De én inkább abban, vagy arra kérdeztem volna rá, hogy ugye te fölépítettél végül is a nulláról egyszer már egy klubot, és nagyon jól tudod, hogy el lehet indulni mondjuk egy ilyen csapattal, amelyik adott esetben meg tudja állni a helyét a magyar bajnokságnak mondjuk az alsó közép mezőnyében, de te tudod a legjobban ahhoz, hogy igazán előre menjél, akkor milyen erősítésekre van szükség, és ahhoz milyen anyagi háttér kell. Hogy azt te úgy érzed most, hogy most van egy ilyen, vissza kell mennünk egy kicsit, de érzed azt az erőt anyagilag is, hogy egy pár év alatt újra be tud a Siófok úgy, meg tud úgy erősödni financiálisan is, hogy visszaépül egy olyan csapat, ami korábban volt? Nagy levegőt veszek, jó? Nagyon nehezen tudom erre megadni a választ, de mindig is nyíltan és őszintén beszélgettem veled is, szerintem veletek is, mindenkivel. Tudjátok nagyon jól, hogy egyedül vagyok. Tudjátok nagyon jól, hogy itt nincs város, nincsenek extra támogatóink, nincsenek extra dolgaink, szeretném felépíteni ezt a klubot, és arról se szeretnék sokat beszélni, hogy 2020-ban milyen anyagi veszteség ért bennünket. Nem fogom tudni megváltoztatni ezt a múltat, nekünk muszáj visszavenni ezt a jelenlegi állapotot. Szerintem, hogyha stabilizálni tudjuk a jelenlegi gazdasági problémáinkat, akkor úgy gondolom, hogy a következő szezonra, tehát érted Attila, hogy mit mondok, tehát hogy benne vagy mondjuk egy szezonban, de ha azt látod, hogy fél év után, vagy 8 hónap után, vagy 10 hónap után tudod stabilizálni ezt a gazdasági helyzetet, és erős alapokra tudod helyezni, akkor a következő, utána lévő következő bajnokságra nyugodt lelkiismerettel építhetsz már egy szinten feljebb lévő csapatot. Ezt te is nagyon jól tudod, hogy mi kell hozzá. Elsősorban az kell hozzá, hogy az öltöző arról beszéljen, hogy minden hónap 10-én pontosan megkapta a pénzét. Aztán kell ugye a szakmai része, mert a létesítményekről, ugye ez egy három lábon állás történet, a létesítményekről szerintem nem kell beszélnünk, mert mind Magyarországon, mind Európában egyedülálló. Tehát szívesen jönnek ide, mind az elhelyezkedésünk baladó, szívesen jönnek ide játékosok. És minden híresztelés ellenére nem is fizetjük túl őket. Tehát korrekt számokon állapodunk meg benne. Én ezt tudom mondani, hogyha látjuk, ma nem tudnék rá konkrét választ adni, és talán mindig is ez volt, emlékezetek, amikor arról beszélgettünk, hogy 3 éves koncepció, meg 5 éves koncepció. Én nem merek 5 éves koncepciót vállalni. Fogalmam nincs, hogy mi lesz a következő hónapban. Nem tudom megmondani, hogy mi lesz a következő évben. Nem tudok erre számolni. 20 óta eltelt most már 2,5 év, a döntés óta próbáltunk 21-es bajnoki szezonba visszavenni a számokba. Sikerült. Mégis elértük a nemzet. Bocsánat, csak ha valaki nem tudná, ugye az volt a covidos év, covidos bajnokság, amikor másodikok lettetek, de nem az alapján lett a BL nevezés, hanem az előző szezon végeredmény alapján. Csak... Tudjuk mindannyian jól tudjuk, hogy mekkora anyagi veszteség ért bennünket, ezt nem lehetett egy csettintésre előállítani, én nem vagyok pénzcsináló. Én ezt nem tudom megtenni, nem tudom otthon a garázsban nyomni a 20 000-eseket. Sajnálom, hogy ezt így gondol, mások így gondolják, hogy nekem mit lehet. Nem János, lehet. Nem tudsz, vagy nem akarsz bevonni egyéb támogatókat a környékről? Azt gondolná az ember, hogy ott a Balaton déli partja környékén, meg tényleg említetted a város, tehát az teljesen kizárt, hogy neked ebben partnereid legyenek, és ez nem egy ilyen egyszemélyes történet legyen? Nézd,
Mindig azt mondom, hogy soha nem adom fel címszóval, tehát lehet, hogy ezt sem kell feladni. Lehet, hogy a város egyszer átgondolja, és úgy gondolja, hogy mégis beszáll ebbe a történetbe, és nem azt gondoltam, hogy több százmilliós támogatási történettel. Higgyétek el, pár tízmillió forinttal az ember megelégszik ahhoz, hogy érezze a törődést ilyen szinten. De sem a létesítmény fenntartásba, sem az utánpótlás nevelősbe, és sem a felnőtt csapatnak a működési történetébe egyetlen egy forintot nem kapunk. A siófoki kézilabda, meg ott ez egy gyönyörű csarnok, ugye aminek, ha jól tudom, ugye a csarnoknak te céged a tulajdonosa, a földterület meg az önkormányzaté, tehát a csarnokra, meg az utánpótlásra, meg a felnőtt csapatra egy fillér támogatást nem kaptok az önkormányzattól? Egy fillér támogatást nem kapunk. Tehát nem tudom, hogy láttátok-e, jó pár héttel ezelőtt megjelent egy fotó arról, hogy valaki erre sétált és befotózta kérlek szépen a területet, hogy gazos a területünk. Képzeljétek el, hogy nekünk van kertészcsapatunk, aki dolgozik ezen az egészen. Képzeld el, hogy le kellett cserélnünk. Most le kellett cserélni azt is, mert nem csinálják meg. De a területünknek a nagy része közterületen van, ami nem is az én feladatom lenne fenntartani és levágni a füvet kérlek szépen, és ennek ellenére mégis én tartom fenn, és mégis én csinálom ezt a történetet. Hidd el, hogy nem okoz problémát reggel 6 órakor felülnöm a kis traktorra, én az a gyerek vagyok, aki szereti a fizikai munkát, és néha még jól is esik. Tehát esküszöm nektek, hogy nem egyszer fordult elő az elmúlt időszakban, hogy ha reggel 6 órakor vágtam a füvet kérlek szépen a kollégáimmal együtt, és nagyon vagányan csináltam ezt a történetet, jó páran csináltak rólam fotót is. Halálkomolyan mondom nektek. Tehát ez nekem nem okoz gondot. Ettől függetlenül... De azért gondolom, nem akarod heti rendszerességet. Hát nem akarom rendszerességgel, ezt őszintén mondjuk ott most. Megértem. De ettől függetlenül úgy látom, hogy néha viszont kell. Hát és mi van a személyes szerepvállalásoddal? Ugye nagyon sokáig te tényleg itt egy kézben tartottál mindent, te intéztél mindent, te tárgyaltál mindenkivel, te tényleg ez egy egyszemélyes sztori volt. Most azt hallom, hogy azért az elmúlt időszakban a fiadat bevontad itt a közös munkába, és hogy bizonyos, fel akarod őt építeni, mint leendő klubvezető, és egy kicsit háttérbe vonultál, de most visszatértél? Vagy hogy kell ezt elképzelni? Nézd, megpróbál a fiam mindenben jó tanácsokkal ellátni, szolgál minden olyan történetet, ami szükségeltetik ahhoz, hogy legyen kézilabda, működőképes legyen a klub. Ő egy egyetemista fiatalember, egyetemre jár, ez az elsődleges célja, és nekem is ez az elsődleges célom, hogy ő ezzel foglalkozzon. Nem hiába nem állítom ide elétek, és mondom azt, hogy nyilatkozzon ő bármilyen dologról, mindenben segít, mindenben partner, ismeri az összes kollégát, és remélem, hogy azt, amit tesz, azt jó irányba teszi, és jó értelemben teszi. Úgyhogy én... De állítólag azért bedobtad a mély vízbe, néhány komoly tárgyalást is ő folytatott, játékossal, edzővel. Nézd, én ezt ő nagyon jól tudja, én nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és remélem, hogy nem ez lesz a karrierje, ez az én véleményem. Ha már az apja volt ennyire bugyuta, hogy ebbe belevágott, akkor őneki azért valami más pozitívabb dolgot szántam. Úgyhogy most egyelőre maradjunk annál a történetnél, hogy nekem is 24 órából áll a nap, rengeteg más tevékenységem van, amivel rengeteg munkám és energiám megy el. Próbál segíteni, talán nézzük ezt az oldalát egyelőre, jó? Köszönöm. Azért, amit mondtál, ahhoz képest muszáj megkérdeznem, hogy ha most így visszatekintesz az elmúlt egy-két évre, és mondjuk a jelenlegi helyzetet a klubnak, meg a anyagi vagy gazdasági környezetnek figyelembe veszed, úgy érzed, hogy ha akkor 20-ban el tudtatok volna a BL-be indulni, akkor most más lenne a helyzete a klubnak? 100%-ig biztos vagyok benne, Attila. Tehát egyet tudnod kell. Mi nem vaktából tüzeltünk soha. Mi mindig minden évet előre megterveztük. A 2020-as évünknek, amit a tavaszi szezonban lezártunk, én most nem megyek bele számokba, nagyon jól tudjátok, hogy milyen mérkőzéseket játszottunk volna, és szerintem azzal a csapattal újra megnyertük volna az EHF kupát. Ez az én véleményem. De az, hogy a Bajnokok Ligájában indultunk volna, mi azzal be tudtuk volna biztosítani a klubnak az önfenntartását.
Tehát mi erre mentünk de rá. De ennyi például, bocsánat, csak azt hallani mindig mindenhol, én ugye nem tudok konkrét számokat, de nagyon örülnék egyébként, ha mondanál, hogy azért a női kézilabda még a BL-ben is nincs, tehát még a férfiben csak-csak, vagy a női vonalon nincsenek akkora összegek, ami befolyásolná egy klub életét. Ezek szerint igen? András, mi akkor konkrétan ki kell mondanom, mert ugye konkrét dolgokról beszélünk, a Bajnokok Ligájában való indulás, a Tipmix pénz abban az évben 250 millió forint lett volna. Jó? Nagyságrendet mondok, nem nagyságrendet, ha pontosan akarjátok tudni, abban az évben a Siófok KC-nak, a felnőtt csapatnak a nettó költségvetése 1,1 millió. Jó, lefordítom a nézőinknek a Tipmix pénzt. Jó. Ugye ez azt jelenti, hogy a Szerencsejáték ZRT által adott ezek szerint sávos támogatás, amit ugye a Magyar Kézilabda Szövetség dönt el, ha jól tudom. Jól tudom? Hogy, és akkor a BL-ben induló csapatok nyilván nagyobb támogatást kapnak, mint akik a Európa Ligában indulnak, vagy sehol. Hát a négy Bajnokok Ligájában induló csapat, az magasabb összeget kap. Világos. Mint az összes többi. És ti ettől, tehát akkor nem az EHF-től befolyó összeg nem hiányzik igazán, hanem ez a Szerencsejáték ZRT. Értem. Így van. Ugye elestünk egy olyan támogatói körtől, akik akkor a Bajnokok Ligájára több száz millió szponzori támogatást írtunk volna alá. Ugye azt tudni kell, hogy ott vezették be azt, hogy 7 hazai mérkőzést tudtunk volna játszani, igaz nem a saját csarnokunkba, hanem átköltöztünk volna Veszprémbe. Mi ott átlagban 2500 emberrel számoltunk az 5500 férőhelyes csarnokba. De talán még ettől is több lett volna. Tehát ennek a szummája azért egy olyan pénzkiesést okozott a Siófok életében, amit nem csak mi vettünk észre, nem csak mi tudtunk, hanem azt mondom erre, hogy ezt mindenki érezte, hogy csak anyagi értelemben lehet a Siófoknak a hegyre való felmenetelét megakadályozni, csak arra nem gondoltunk, hogy ott már jeges a pálya, és visszacsúsztunk a völgybe teljesen. Most próbálunk kapaszkodni, de nem tudom, hogy szabad-e. Sokszor hallottátok már tőlem szerintem azt a mondatot, hogy én azóta elhelyeztem a Siófok kézilabdát Európa térképén, Magyarországén meg főleg, tehát tisztában vagyok azzal, hogy mit lehet és mit nem lehet. Igen, ebben nem vagy egyébként egyedül. Jó, hát nézd, a múltkor megemlítettem, azt gondolom tudjátok, hogy a 28 profi csapat közül most már szerintem a második, harmadik legrégebb óta ott ülő ember vagyok a liga értekezleteken, pedig a Siófok, én most 20 éve csinálom, ebből ez lesz, ha minden jó Isten is úgy akarja, akkor a 16. NB1-es évünk. Gondoljatok el, hogy én az elején, amikor erre rávettek, akkor 1-2 évet vállaltam. Tehát én szeretem ezt, amit csinálok. Élvezettel csinálom. Én úgy gondolom, hogy imádom a sportot, szeretem azt, amit alkotunk, amit csinálunk. Nem hiába foglalkozom az építőiparral mellesleg, mert amikor azt látja az ember, hogy a földből valami kinő, az egy alkotás. És én szeretek alkotni. Szeretek ezzel foglalkozni, megszerettem ezt az egészet. Az egy dolog, hogy ez egy, ma már kimondom, hogy a hobbiból ez egy nagyon nehéz szakma lett. Ez egy nagyon nehéz ütönvágom. Soha nem vártam el, hogy bárki megveregesse a vállamat, vagy megköszönjék ezt a történetet. Szerintem ilyen úgy sem lesz, még akkor sem, hogyha véletlenül a Siófok megnyerni a Bajnokok Ligáját. 2019-ben, bocsánat, senki nem hív, nagyon sokan nem hívtak fel azért, hogy EHF kupát nyertünk. 2020-ban a média nem keresett azért, hogy kommentáljam általában a 20-ban meghozott döntéseket. Most, amikor anyagi... Ah, ez nem, de... Várjál, András, igen, azért nem azt mondtam, hogy mindenkire igaz, mert ha jól tudom, veletek beszéltünk erről a dologról. Ez pontosan... Igen. De ettől függetlenül azt képzeljétek el, hogy a 24.hu most már akkor kimondom megjelent cikk után rengeteg kollégámat hívtak fel médiából emberek, és a következő történet volt, amikor Siófokról pozitív mondatot mondtak, akkor azt mondták, hogy ja, hát ez minket nem érdekel, mondjatok negatívot. És nem hozták le a cikket. Tehát értek mindent, lehet a Siófokon ugrálni, vicces vagyok, de sajnos ez marhára komoly. Azoknak az embereknek is élvezem a bizalmát, tudjátok, akik mindenfajta arckép és arcuk vállalása nélkül ugye kiosztanak bennünket, akár benneteket is, mert gondolom már ti is kaptatok szépet és jót és rosszat és minden történetet. Nem szabad elolvasni. Leírják, hogy én mennyire hülye vagyok, és mennyire vagányon vágom ezt a történetet, és mindenkit kizsigerelek, kérlek szépen ebben az egészben, de szerintem még lehet, hogy életükbe 1000 forintot... Na, de János, nem mondod, hogy a kommenteken húzott fel magad ennyire. Sistem. Tessék?
Isten ments! Nem szabad. Azt szeretném neked azért mondani, hogy ez, hogy is mondjam, az a jó hír van, ami idézőjelben jó hír csak, mert egyébként baromi rossz hír, hogy azért most olyan, én azt gondolom, olyan szűk évek jönnek a magyar kézilabdára, hogy ezzel a csökkentett büdzsével, ezzel a legyengült vagy átalakított kerettel is teljesen reálisan el tudtok eredményeket érni. Mert te tudod a legjobban, hogy most nem ismerem tényleg ezt a keretet, de ha visszagondolsz arra, amikor mondjuk 4-5 évvel ezelőtt, akkor biztos azt mondtad volna, na, ezzel a kezdettel el se indulunk, mert olyan erős volt az NB1, hogy nem lehet vele bennmaradni. Ma már ez azért rendesen visszaesett, és egyre gyengébb lesz, amennyire én látom. Tehát az a szerencsétek van, mondom, ezt idézőjelben mondom, hogy most egy olyan periódus jön, amikor egy jól összerakott csapattal, egy kisebb költségvetéssel is, egy jó edzővel lehet eredményeket elérni, nem feltétlenül vagy arra kárhoztatva, hogy egy olyan versenybe menjél bele a játékosokért, amit nem tudsz adott esetben bírni. Bocsánat, mielőtt válaszolnál, János, csak hagyj egészítsem ki, mert Attila utalt az edzőre, és a neve el sem hangzott, tehát ugye Koly Endrével készültök. Mutasd már be egy picit nekünk meg a nézőknek, ugye tudom, hogy dolgozott a Budai Farkasoknál, és leginkább férfi volt, tehát női csapatnál ő még nem volt edző, hogy esett rá a választás, és mit vártok tőle? Nagyon sok fiatal edzővel tárgyaltunk. Tehát most is azt mondom, aki nem akar Siófokra jönni, annak nem kell Siófokon sem kézilabdázni, sem vezetőedzőnek lenni. Endre volt az, aki úgy gondolom tartott mellettünk minden értelemben. Én nem tudok nektek szakmai értelemben sokat mondani per pillanat Endréről. Azt, hogy ő hol dolgozott és mit csinált, az a teljesen tisztában vagyunk, és tudjuk az eddigi pályafutását. Én úgy gondolom, hogy soha nem az érdekelt, hogy mit végzett a Budai Farkasoknál. Engem az fog érdekelni, hogy mit fog Siófokon végezni. Remélem, hogy sikerül összehozni egy olyan fiatal csapatot, remélem, hogy ő is komolyan gondolja azt, amit hallottam tőle, mi komolyan gondoljuk azt, amit mi mondtunk. Remélem, hogy sikerül vele együtt ezt az egész következő szezont egy fiatal társasággal, egy kicsit nemzetközi játékosokkal kibővítve megvalósítani, és elérni azt a célt, amit az Attila mondott. De gondoljatok bele, hogy nap mint nap jelennek meg olyan hírek, nem csak a kézilabdában, a kosárlabdától kezdve, hogy visszalépnek olyan csapatok a nemzetközitől, legyen az Magyarország, vagy legyen az Dánia, vagy Európa bármelyik országában, ahol anyagi problémákkal küzdenek, és inkább nem vállalnak szereplést. Hát itt van a soproni kosarasok, bocsáss meg, a Európa Ligát nyert csapat, és visszalép a nemzetközi szerepléstől, mert nincs pénz, nincs támogatás. Így van. És egészen döbbenetes. És egy nagyon-nagyon komoly múltú klubról beszélgetünk, kosárlabda tekintetben. Én azt mondom, hogy... Hát de komoly jelenről is beszélünk, tehát hogy még mindig három jó csapatuk van. Jó, tehát én mindig azt mondom, hogy nem akarok más klubokról nagyon beszélni, van nekem mindig gondom, mindig okozok magamnak, vagy okoznak nekem épp elég fejtörést. Tehát, hogy visszakanyarodva az Endréhez, én remélem, hogy tisztában van azzal, hogy ezekkel a fiatal játékosokkal milyen eredményeket kell elérni. Ne feledkezzünk el arról, amit Attila mondott, hogy jó pár 4-5 évvel ezelőtt milyen játékosok voltak Siófokon. Világválogatott szintű játékosok fordultak meg Siófokon, aminek szerintem a 70-80%-a még ma is bajnokok ligája csapatokban játszik Európa szerte. Tisztában voltam azzal is, hogy ezek a játékosok a Siófokot nagy valószínűséggel ugródeszkának használják. Tehát egy nagyon jó dolgok a Silje Solbergből. Volt egy vicces tárgyalásunk, kérlek szépen, Fehérváron egy étterembe, ahol akkor nem a Silje Solberger, csak a Silje Solberger a másik asztalnál egy másik klubnak a vezetője ült. Vicces volt, mert elkezdett mentegetőzni, és mondtam neki, hogy nem kell, hát én tisztában vagyok, hogy lejár a szerződése, és hogyha ez a csapat hívja, akkor biztos, hogy nem fogjuk. De azért elmondhatjuk, hogy a Győrről van szó, mert tudjuk, hogy oda. Ez a Győr volt teljesen egyértelmű, de tisztában voltam azzal is, hogy Siófok-Ferencváros mérkőzésen Csaba mindig megjelent, és a mai napig nagyon jó a viszonyunk, és mindig mondta, hogy kíváncsi a Ferencvárosra. Közben Eszter Minko aláírta a szerződést Győrbe. Tehát Csaba Barka. Jó, de csak fordítani.
Udvarias vagyok ebben a dologban, én mindig tudok egy VIP széket biztosítani bárkinek, hogyha úgy gondolja, hogy a Siófokra kíváncsi, nagy szeretettel várok mindig mindenkit ilyen értelemben. Tehát tisztában voltunk mindennel, tudtuk azt, hogy mit szeretnénk. Most azt mondom, csak az előző gondolathoz visszatérve, hogy gondoljátok bele, hogy mennyit szittak és mennyit bántottak bennünket a rengeteg külföldi játékosért. Én akkor is azt mondtam, hogy azok a külföldi játékosok, akik megfordultak Siófokon, az a magyar kézilabda érdekét szolgálják azért, mert azok a magyar játékosok, akik a válogatottban szerepelnek, ezek nem csak egy nemzetközi eseményen fognak ezekkel szembesülni, hanem a magyar bajnokságban hétről hétre. Amikor egyik vágja pofon az egyiket, vagy a másik vágja pofon, vagy úgy védekezik, vagy megtanulja, hogy hogyan lehet ezt csinálni. De most eljutunk odáig, hogy eddig az sem volt jó, most viszont az sem jó, hogy mit kiadítani akarunk. Gondoljatok bele abba a dologba, hogy állandóan bántottak azért, mert hogy nem építünk be a saját klubból felépített játékosokat. Nagyon sok játékost építettünk. Nagyon sok játékosnak azt mondtuk, hogy inkább elengedünk, és menjél el másik NB1-es klubban, mert úgy gondoltuk, bocsánat, nem én, hanem szakmai értelemben úgy gondoltuk a vezetőedző, hogy még nem érett meg arra a szintre, hogy ő a Siófokban nemzetközi szintéren kupadöntőt játszon, vagy ne adj Isten mondjuk a második vagy a harmadik helyezésért a magyar bajnokságban meghatározó játékos legyen. Most nem ezt a szintet akarjuk képviselni. Na. De avval egyetértesz, amit felvetettem, hogy azért manapság a magyar NB1-nek egyrészt a szakmai színvonala, illetve az anyagi lehetőségei is beszűkülnek, tehát nyilván amikor tárgyalsz játékosokkal, akkor azért azt érzékeled, hogy most nem fölfelé mennek az árak feltétlenül, vagy igen? Nem, tehát teljesen egyértelműen nem. Teljesen egyetértek Attila ezzel az eszmefuttatással, amit mondtál. Mi is figyeljük és mi is nézzük azt, hogy másik csapatoknál természetesen mi történik, milyen igazolások, hogy alakul a történet. Bízom benne, hogy ebből remélem, hogy pozitívan tudunk kijönni. Erre mondtam azt, hogy adjuk meg ezeknek, ennek az új fiatal csapatnak azt a lehetőséget, hogy ez be is tudja bizonyítani. Bízom benne, hogy sikerülni fog. Na, ehhez nagyon sok sikert kívánunk tényleg, de mielőtt elköszönnénk, egy gondolat erejéig muszáj visszatérni az elejére, mert volt egy nagyon fontos mondatod, hogy a siker egyik kulcsa az, hogy minden hónap 10-én pittyenjen ugye az SMS és jöjjön a fizetés. Hát én ezt most úgy fordítanám meg, hogy nektek meg most ugye egyáltalán a túlélés záloga, hogy igazolni tudjatok. Hát nyilván addig nem fog játékos érkezni, amíg nincs licenszetek, meg amíg nem érkeznek be a bérek. Tehát ti ezt most viharsebesen rendezitek? Mert úgy nagyon nehéz lehet tárgyalni játékosokkal, hogy közben bizonytalan az indulás. András, a tárgyalásokat lefolytattuk. A játékosok az utolsó simításnál tartunk ahhoz, hogy a teljes végleges keret a következő szezonra kialakuljon. Tehát ne kialakuljon, hanem végleges legyen. Tehát az a pár játékos, az folyamatosan be fogjuk jelenteni most már napról napra, ahogyan a szerződések alá vannak írva. Talán kettő vagy három. Tehát akkor te biztosra veszed, hogy megkapjátok végül az NB1-es licencet. Tehát, hogy rendezve lesz minden. Mert ugye gondolom nem mindegy a játékosnak, hogy NB1-be vagy NB1-be. Mi a biztos, de természetesen azon dolgozunk, hogy ennek a fellebezési procedúrának megfeleljünk. Természetesen szeretnénk rendezni a sorainkat minden értelemben, ahhoz, hogy a licencet megkapjuk, és természetesen, hogyha minden sorunkat rendeztük a licenc megszerzése érdekében, akkor ez azt jelenti, hogy rendeztük a játékosok felé fennálló tartozásainkat, rendeztük az egyéb szállítók felé fennálló tartozásainkat, rendeztük a menedzser felé fennálló tartozásunkat, és talán nem folyamatos negatívumot kapunk ebből a történetből. Bízom benne, hogy ez sikerül, és hogyha sikerül, akkor pedig már beküldtük hivatalosan azt a formanyomtatványt, amit le kellett adnunk a nemzetközi kupainduláshoz, és reméljük, hogy rendezni fogjuk azt a kifizetést, amit az EHF felé kell teljesítenünk, hogy a nemzetközi kupában elinduljunk. Én csak annyit mondanék zárszónak, hogy azt kívánom, hogy az elmúlt évek talán csak melegebb rangadói, ami számomra az Érd Siófok volt, és a két olyan klub, amelyeknek talán Magyarországon a legszebb infrastruktúrája van, hogy ezek a meccsek ne az NB1-be legyenek a jövőben. Mert az egyik oldalról már ott lesznek, csak azért. Nézd, én azt mondom, hogy talán emlékeztek arra, hogy a Siófok hogy került fel az NB1-be.
Én hiányoltam akkor is, hogy nem harcoltuk ki az NB1B-ből az NB1-be való feljutást. Nem riadunk vissza attól, hogyha ne adj Isten nem az jön össze, amit per pillanat szeretnénk, és nem pozitívan nézzük, és esetleg az általad összefoglalt NB1-es elemzés nem úgy néz ki, ahogyan te most azt összefoglaltad, és mégis mi leszünk a gyengébb ebben a történetben. Szeretném azt, hogyha minden szurkolónk, minden sportot, kézilabdát szerető ember tudná, hogy nem akarjuk feladni. Mi szeretnénk dolgozni, szeretnénk megvalósítani azt, hogy a Siófok újra valami szép fényben tündököljön. De azért ez egy nagyon nehéz időszak most, minden értelemben. És nagyon sajnálom saját magunkat, de a sportban dolgozó embereket, azokat a kollégákat, akik akár vezetők, vagy bármilyen szinten vannak, mert azért ez nem egy egyszerű időszak. Talán egy gondolatot, hogyha még megengedtek, akkor az előbb említettem, hogy mi azért minden évre előre terveztünk. Csak gondoljatok bele, hogy azzal nem tudtam tervezni, hogy milyen döntés van 2020-ban. Azzal sem tudtam tervezni szezon közben, hogy milyen áramszámlát és gázszámlát kell kifizetnem. Tehát el kellett döntenem, hogy adok a játékosoknak fizetést, vagy nehogy Isten kifizetem a gázszámlát, vagy kifizetem a villanyszámlát. Lehet, hogy nem tudom, tehát nem tudom ezeket a dolgokat kezelni. És ezek menet közben jöttek. Nem az, hogy én megterveztem előre, tudtam azt, hogy mennyi az éves fenntartási költsége a létesítményeinek. Hajszálpontos statisztikánk van mindenről. Tehát nehogy bárki félreértse, hogy húha, elherdáltam a pénzt más dolgokra. Nem herdáltuk el a pénzt semmire, hanem ezek mindig... Jó, hát ez egy generál probléma az egész országnál, ugye, ahol létesítményeket kellett fenntartani. János, nagyon szépen köszönjük. Nekem is hagy legyen egy végszavam. Ugye ott a bal vállat fölött különböző érmeket látunk, és azok nem ilyen kölcsönvett érmek, hanem feltételezem, hogy azok a Siófok érmei, úgyhogy én meg azt kívánom, gondolom, hogy Attila nevében is, meg tényleg minden kézilabda szerető nevében, hogy még azért legyen módotok hasonló érmeket gyűjtögetni, és tényleg ne alacsonyabb osztályban, hanem az NB1-ben, vagy nemzetközi porondon, hogy ez mikor lesz, azt nem tudom, de hogy ez nagyon jó lenne a magyar kézilabdázásnak, az biztos. Úgyhogy köszönjük a beszélgetést, és reméljük, hogy sikerrel jártok minden porondon. Nagyon szépen köszönöm nektek!